Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Grózi Jánost, a Szentendrei Női Kézilabda Egylet vezetőjét. Üdvözöllek sok szeretettel. Én is üdvözöllek, és a nézőket is. Egy évértékelésre invitáltalak téged, hogy kérlek, mesélj erről a mozgalmas 2017-es évről, hogy ti hogy éltétek ezt meg. A teljes évről, tehát tavasz is. Igen. Hát nehéz évünk volt, tehát ugye ezt külön kell választani. Most így az év végén a utánpótlás csapatunk, az ifjúsági csapat jól áll, mert vezeti a bajnokságot. Ennek nagyon örülünk. Ugye az ifik nagy része nyáron a strandkézi világbajnokságot megnyerte. Ennek is nagyon örülünk. Előtte negyedikek voltak az EB-n, ez is a jó hírek közé tartozik. Ugye a rossz hír számunkra az, hogy már nem mit csináljuk a strandkézilabdát. Felnőttbe pont ezért ugye tavaly megvolt a bennmaradásunk, ami ki volt tűzve. Menet közben ugye kiderült, hogy nem mi fogjuk csinálni a válogatottat. Így igazából a Szentendre strandkézilabdáját ezt végigcsináltuk. Ugye ahol elindultunk, nagy részt nyertünk, vagy másodikak voltunk, így kijutottunk a Masters-ra, megnyertük a magyar bajnokságot. Most a bajnokság alatt kimentünk Gran Canariára, ahol bronzérmesek lettünk. Igazából egy darab mérkőzést vesztettünk a házigazda spanyolokkal szembe, az elődöntőbe. Tehát ez kicsi keserű szájízt hagy maga után, mert igazából a döntőbe kellett találkozni, és valószínűleg nyerni is kellett volna. Tehát ez vagy legalábbis szerettünk volna. Jelen pillanatban felnőtt, azt hiszem úgy vagyunk, hogy a 11. helyen vagyunk, 3 csapat van mögöttünk. Ez mindenképpen kudarcnak tűnik, ez az őszi szereplésünk. Igazából egy darab olyan mérkőzést veszítettünk el, amit nem szabadott volna a Spartacus elleni második fordulóba. Tehát azt a 10-12 pont körül terveztünk össze, olyan a sorsolásunk, és ugye egy olyan 14-16 pontot tavasszal, mert ugye hát ez az év még egy átmeneti év volt, és azért végig csináltuk a strandkézi labdát becsületből, és így azért augusztus 14-én kezdtünk a terembe, és ugye közben tudni kell, hogy a NB1-es bajnoki rendszer leszűkül, tehát a két csoportból egy lesz, az idén kiesik 5 csapat, szokott 2-3 helyet, jövőre a 12-es táblából 6 csapat esik majd ki, és az első 6 marad benn. Tehát úgy néz ki, hogy egy profi NB1-es liga, vagy nem tudom, minek kell majd nevezni, jön létre, mert ez másképp nem elképzelhető. Ezzel párhuzamosan ugye fiatalítás van a játékvezetésben, tehát mondjuk azt, hogy hektikus a játékvezetés, és ugye ilyen év még sose volt, tehát a 2-3 bajnok jelölt, kieső jelöltek ellen veszít pontot. Tehát, hogy egyszerűen nem kiszámítható a tábla, és ebben párhuzamosan ugye mi elkövettük ezt a hibát, hogy elmentünk Gran Canariára, és az 3 mérkőzésünkbe került, tehát a utazás előtti Balmazújvárosba ugye megjöttünk, leszálltunk, kett hajnali fél 4-kor szálltunk le a buszról, és kedd este játszottunk a Göddel, és szombaton játszottunk Egerbe az Egerrel. Tehát ezt most már tudjuk, hogy ezt biztosan nem bírjuk. Tehát, hogy az elmúlt évekkel ellentétben ugye most már élethalálharc megy, de azért ameddig lehet, szeretnénk menteni a strandkézilabdát is, nehéz lesz. Játékosok tekintetében a tavaszi évadhoz képest őszre volt-e valami változás? Borbás Rita érkezett hozzánk pluszba, tehát igazából előtte se volt rossz csapatunk. Tehát kimondottan játékos állományra ott kéne lennünk az 1-5-be. A baj a motivációval van. Tehát ugye akik idáig a strandkézi válogatott miatt dolgoztak sokat, azok gondolom most, ugye a többségük nem is ment el nyáron már a strandkézi válogatottal, ugye tanult, államvizsgázott, szakdolgozatot készített, esetleg utazott a vőlegényével, volt, akit műtöttek, tehát volt sérültünk. A teremjátékosok egy része szintén ugye NB1-ből érkezett, kifele megy ebből a egész életvitelből, ebből a kézilabdából, ki edzői pályafutásra készül, ki személyi edző, tehát mindenkinek azért van valami, kit eljegyeznek, tehát hogy ez olyan hölgyeknél ez a normális, hogy ugye változik az életterük. Nagy valószínűséggel most egy 4-5 ember fog távozni, vagy hát át kell alakulnunk, mert muszáj átalakulnunk, és valószínűleg egy 2-3 ember fog érkezni, és Dunaújvárosról már kaptunk 1-2-st, fogunk valószínűleg kapni még egyet, mert ugye mi ezt úgy szerettük volna, hogy ugye ilyen családias jelleggel, hogy ezt a 16 embert megmentve, mert ezek nagy része strandkézizik is, még az is, aki nem nálunk strandkézizik, az is ugye a másik két erős magyar csapatba strandkézizik.
lassan be kell látni, hogy ezt el kell engedni. Tehát most ez az új rendszer arra kényszerít minket, hogy a terembe helyt álljunk, ezért valószínűleg itt most ugye tegnap még volt egy játékos edzés, meg most kettőt ilyen focisztak, mert ugye ez volt a diliük, és egész évben nem nagyon szoktak, most ugye győzelmi foci volt, mert azért 11-en nyertek a Szeged ellen, tehát tulajdonképpen ugye a pont itt volt a hektikusság, hogy itthon 15-tel megvertük a Hódmezőt, most nem tudom, hogy 6-a vagy 8-a a Hajdunánást, aki tök jól szerepelt, tehát a bajnok esélyest verte meg, a Gyömrő ellen idegenben épp, hogy egy góllal nyertünk, és utána olyan csapatoktól kaptunk ki, akiktől mondjuk azt, hogy nem szabadott volna. Tehát, hogy és a mérkőzés egy részében, tehát lementünk Nyíradonyba, 1-8 volt, tehát 8-1 volt a 6. percben az ellenfélnek, és onnantól kezdve már 5-tel vagy 6-tal megnyertük a mérkőzést, de ez pont kevés volt a végéig. Tehát, hogy igazából nem képességbeli, hanem mentális és átcsapat szerkezeti. Azért ezeknek a lányoknak az egyrészt az 6-8-10-11 éve együtt van. Végig versenyezték a világot. Most az a kohéziós összetartó erő, ami idáig egy kicsit átírta azt, hogy ők mit gondolnak egymásról. Azt azért tudni kell, hogy a hölgyek mindig el tudják foglalni magukat a másikkal. Tehát tündérek, aranyosak, de mindennel. Tehát, hogy milyen a másik haja, mit mondott a másik. Tehát ők nem fiúk. Tehát mi fiúk azért ugye egyből kimondjuk, összeveszünk. Én nem fogyasztok alkohol, de aki fogyaszt, az utána leül sörözni, és másnap minden rendben. A hölgyek ezt lassabban csinálják. Tehát gyűjtenek két barátnőt, akinek elmondják, hogy az mit csinált, az is gyűjt két barátnőt, és akkor ilyen 3-4 ilyen klikbe bealakulnak, és nem is tudja az edző, hogy mi a baj. Tehát fogalmad nincs róla, látod, hogy elveszted a meccseket, és akkor utána egyszer majd csak kiderül, hogy valami nagyon pitjáner probléma volt az oka. Hogyan tudod őket összerántani, akár így egy-egy mérkőzés közben is, amikor érzed, hogy na most kezdünk szétcsúszni? Ez mindig nagyon nehéz, mert ugye most én is vesztettem a súlyomból. Tehát azzal, hogy ugye már nem csinálják a válogatottat, az első támadási pont mindig az edző. És most ugye mi is beestünk ebbe a részébe, hogy ugyan egy részét ezeknek a játékosoknak mi neveltük, mi mondjuk azt, hogy mi terelgettük őket a siker felé vezető úton. Hát ilyenkor ugye a legjobban úgy tudja egy női játékos védeni az egóját, az edző hülye. Na most ugye azért az idén hárman dolgoztunk velük pont azért, hogy ne egy ember, meg tudják magyarázni, aranyosak, kedvesek, de hát azért itt vannak különböző praktikák, tehát azért a kötelező mérkőzéseket a végén lehozták, a végére összeálltak, tehát hogy most így nem mondhatok rájuk semmit. Valószínűleg most azért ki fog derülni, hogy ki akarja abba hagyni, mert itt egy páran abba hagyják, elmennek, tudom én mi, és ez kb. Le is tisztítja a közeget, mert ugye ez azért már egy-két-három hónapja búrjánzik, tehát ezt mindig tudni kell. Az edző meg ugye mivel nem tudott, hogy ki az, tehát, mert ha tudnád, hogy ki az, aki abba hagyja, az már nem harcol annyira, vagy ha tudnád, ki az, aki elmegy, az sem harcol annyira. Tehát hiába mondja, hogy igen, ő már más tervek, és akkor rá, nem ráépítenéd a csapatot, mert ugye itt arról szól a történet, hogy nagyon ügyesek, vezetünk, beküldesz embereket, nem tudják megoldani, nem sikeresek aznap, nem feltételezel mást, megpróbáld legközelebb. Most azért a végére kb-ra leszűkítettük, hogy ki az a 6-8 ember, aki képes megnyerni a mérkőzést. Ami nem jó, mert ugye itt most barátságok fognak fölbomlani, de hát sajnos ezt egy edzőnek, egy elnöknek be kell vállalni, csak ugye ilyen még sose volt. Milyen helyzet az utánpótlással, hogy onnan vártok-e játékosokat? Nagyon nehéz az utánpótlás, nem fogunk felhozni, de egy vezetik a bajnokságot, és ők heten vagy nyolcan vannak, akik ugye annó a 30-40 gyerekből maradtak. Ők iszonyatosan jól játszanak együtt. Ugye mind strandkézizik. Ugyan nem mit csináljuk, de azért ebben a részében, és ráadásul az idén a tagunkból is levettek 60 milliót a világbajnokság megnyerése ellenére, de úgy gondoljuk, hogy ezeknek a gyerekeknek a legjobb edzésmódszerekkel kell az idén felkészülni, mert októberben elmennek egy olimpiára, és szeretnénk, ha megnyernék ennek az országnak. Viszont ebből következik, hogy őket nem lehet a felnőttbe beépíteni, mert ha, hát most mondjuk ugye ez a, nem tudom, hogy kell megfogalmazni, tehát ez az új vezetés annyira nem munkamániás, mint mi voltunk. Ugye a mi esetünkben már március-áprilistól ők edzenének naponta iszonyatos mennyiséget, már az EB-re, és az EB után egész októberig az olimpiára, hogy biztosan nyerjenek az országnak egy olimpiát. Most azért feltételezem, hogy valamennyit el fogják őket vinni edzeni. Ez azt fogja jelenteni, hogy már a májusi bajnokság megnyerésük is gondba lesz,
mert ugye ha elviszik őket menet közben strandkézizni, akkor valószínűleg ez az érem vagy a bajnokság esetleges megnyerése is el fog menni, és utána semmilyen módon nem tud beilleszteni a felnőttbe, hisz a felnőtt elkezd majd július elején dolgozni, ők október végén elmennek olimpiára, akkor akár nyernek, akár nem, 3 hétig a világukat nem tudják, tehát vagy a felhő fölött mennek, vagy a padló alatt járnak egyen alagútban, mert ugye ezt én is így csináltam, mindig is így csináltuk. Tehát nem, tehát fogunk most tavasszal fölhozni, de felelősséggel most nem lehet rájuk építeni, és ugye az egy része most fog érettségizni, másik jövőre. Tehát ugye ez a legrosszabb, tehát az, nem, tehát az a baj, hogy most semmi értelmeset nem lehet mondani, mert mindig megbosszulják. De most teljesen rossz úton vannak. Tehát ez a 2000-es játékosok jövőre már felnőttek legyenek. A 2000-es játékosok vagy idén, vagy jövőre érettségiznek. Aki nyelvibe volt 6+6-ban, tehát az meg majd 2 év múlva. Ebben az időszakban felnőttbe beilleszteni egy gyereket, aki el fog tűnni. Hát, megírják a kis érettségit, az elő valamit, elmegy külön tanárhoz. Tehát ez, lássuk, hogy abban az évben a tanulás a legfontosabb az életében. Hát mi, aki már érettségizett, tudja, hogy mindenki retteg előtte. Utána már mosolyog, hogy jaj, nem volt ez olyan, de előtte mindenki. És ugye ezt bele kell számolni, hogy ez a korcsoport, ez most ebbe az évben olimpiára is készül, strandkézizni is szeret, aki nem jutott be az idén jövőre, be szeretne jutni, és meg érettségizni is fog az idén vagy jövőre. Tehát mi akármennyire szeretjük a saját gyerekeinket, felelősséggel most, hogy jövőre az 1-6-ba kell lenni, nem tudod ráépíteni. De fel fogunk hozni egy, tulajdonképpen most is együtt edzünk. Tehát mi úgy találtuk ki, hogy azt találtuk ki, hogy másképp úgy lehet a legjobban az olimpiára, vagy erre a világversenyre felkészíteni őket, ha folyamatosan ugye hetente 5x2 órát edzenek, most még beillesszük nekik a kondikat, és ezt a felnőttel együtt teszik. Tehát ugyanazt a terhelést kapják, felnőtt játékosokon gyakorolnak, és így tulajdonképpen, ez most látszik is, mert vezetik a bajnokságot. Ez a legtöbb, amit megtehetünk azért, hogy esetleg ők nyerjenek ennek az országnak egy érmet. Hány szentendrei játékost érint ez körülbelül? Hát 8-at érint, 8 utánpótláskorú játékos, gondolom. A többiek ugye hát Érdbe játszanak, most már Kispest vagy Malév, mit tudom én, de hát ugye 3-4 évig a Szentendre nevelte őket is, tehát velünk strandkéziztek, van, aki most is velünk strandkézizik, majd ez valószínűleg el fog múlni, mert ugye abba az irányba terelik őket, hogy ne tegyék. Igazából ez egy folyamatnak az eleje, a folyamat vége az lesz, hogy a női oldal meg fog halni, mert ugye azért 12 évig mi neveltünk játékosokat, és nem csak Szentendreit, hanem nem Szentendreit is. Most azért ugye beszélgettünk ősszel, ott, amikor ezt a 60 milliós TAO-t lehúzták a buszokat, meg mindent, akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor mi végrehajtjuk a MKS utánpótlás programját, és nem csinálunk strandkézi elitképzést. Tehát ez értelemszerűen jelzés volt, jó, akkor mi eltávolodunk a strandkézitől, és valaki megoldja meg helyettünk. De ez mit jelent a sportágra nézve, mert ez nem egy pozitív jövőképet eredményez, semmi szerint. Ez azt jelenti, hogy valamilyen kluboknak át kéne vállalni azt a szerepet, amit mi csináltunk, hogy évente 60-100 napot, már a válogatotton kívül is, ugye, meg már ugye, amit az Atus csinált, hogy már 10-12 évesen elvitte őket strandkézizni, és ugye már 5-6 éves strandkéziztek, mire szóba kerülhetett az, hogy valamilyen válogatott. Általában mi mindig feladtuk a teremeredményt a strandkézi miatt. Igazából jelen pillanatban, ha most megnézted ezt a VB-t, a teremkézi labdában nagyon nagy baj van. Nem fogjuk kimondani, persze megint valami hablagy lesz. Pont ugye beszélgettünk róla, hogy most adtam le tegnap a szakdolgozatomat, most a szélsők voltak a magyar bajnokságban. Ez egyébként most a szélsők jól is szerepeltek, pedig azt hittem, hogy nem fognak, de már a 13-as szakdolgozatomban leírtam, hogy baj lesz a válogatottal. Tehát azt látod, és az az NB1-ben is látszik, hogy olyan játékosok lehetnek most NB1-be, akik régen max. NB1-B-be, és ott is csak a második felébe. Tehát beszélgettünk egy-két olyan játékosról, aki NB1-B-ben vezető játékos a posztján, és pont arról volt szó, hogy nem tudtam másképp kifejezni, hogy 20 évvel ezelőtt egy vasas csarnokból kizavarták volna, hogy ne sértse meg a parkettát. Tehát avval a mozgással, amit ő tud erről a játékról, megkérték volna, hogy ezt ne tegye abba a szentélybe, vagy abba a helyzetbe. Most jól dotált játékosok vezető klubokba, és ugyanebből következik, hogy lefele
is így történik, és ugye a strandkézés azért gyengül, mert régen, mondjuk nézzük, egy Zsigmond Fuzsit el tudtunk vinni strandkézizni, aki azért játszott a Fradi felnőtt csapatába, a Kitti ugye a Vácba, Szaszát el tudtuk vinni, aki volt Dunaújváros MTK, a Kókai Ágit, aki védett a BSC-be vagy MTK-ban, mert ugye ezt sose tudom, hogy ki milyen nevet, vagy a Virág Nonót, aki volt Vácon előtte ugye Győrbe. Tehát, hogy tudtunk olyan játékosokat, mondjuk lepattanót a teremtő szerezni, akik jó képességűek voltak. Most már az NB1B-be is egyre kevesebb van, és mivel profi lesz az NB1B, ő se adhatja oda strandkézizni. És az utánpótlás bajnokságok meg nyitottak lettek. Kieshetsz, vagy följuthatsz. Tehát például a kicsik az idén megnyerik ezt a bajnokságot, akkor fölmegyünk első osztályba, és ők jövőre elmennek az olimpiára. És nem fog tudni oda menni a fordulóra, és nagyon-nagyon ki fogunk kapni. Tehát, hogy csak azért mondtam, hogy most nem csak a strandkézi, hanem az egész rendszerünk próbálja megtalálni magát, hogy ezt hogy lehet majd jól csinálni. Mit kívánnál magatoknak és a sportágnak 2018-ra? Hú, hát jó, minél több ügyes gyereket, nem? Tehát, hogy hát szeretném azért, ha legalább a fiúk jobban szerepelnének, hogy legalább valamennyire menthető legyen, mert általában az elmúlt 20 évben, ha a hölgyek épp rosszul szerepeltek, akkor a fiúk hozták az eredményt. Ugye itt most a cél az, hogy majd a következő olimpiára kijussunk. Mi szeretnénk benn maradni mindenképpen, tehát valószínűleg keményen fogunk dolgozni. Ott elég necces lesz, hogy ha sikerül a szezon végén, ugye még a Masters EBT döntőre azért úgy kéne kimenni, hogy ha meg tudnánk nyerni, akkor automatikusan a következő évben is ott lennénk. Aztán ott lesz az, amikor nem tudom, hogy fogunk tovább lépni, mert ugye az biztos, hogy ebben maradtunk, egy iszonyatosan kemény munka kezdődik július elején, mert ugye az 1-6-ba kell lenni. Ebben, hogy lehet belerakni a strandkézi labdát, azt nem tudom, megmondom őszintén. Valószínűleg bele fogom próbálni, de nem tudom. Tehát mert ugye akkor itt most a játékosoknak is áldozatot kell hozni, hogy egész héten edzeni fog, és hétvégén hobbiból el kéne jönni a strandkézizni, és hétfőn újra el kéne kezdeni a termet. Tehát ez most még nem hiszem, hogy így lesz, de bármint, hogy hiszem, hogy így lesz, csak nem gondolom, hogy ebben a lányok most partnerök lesznek. Szerintem addig még bőven lesz alkalmunk beszélgetni, és a nézőket is tájékoztatjuk majd arról, hogy éppen hogy alakul a helyzet. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és a vendégem voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Vendégem volt Grózi János, a Szentendrei Női Kézilabda Egylet vezetője. Köszönöm még egyszer, hogy befáradtál hozzánk. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!